Következő felszólaló a Mi Hazánk képviselő csoportjából Dócs Dávid képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, hogy az előttem szóló képviselőtársam is elmondta, a víz az a jövő egyik nagy kérdés és megoldandó feladata, hiszen láthattuk az elmúlt évben, és láthattuk az elmúlt évtizedekben, hogy a nem túl helyes vízgazdálkodás és a víziközmű vagyonnak, illetve infrastruktúra hálózatnak az elhanyagolása, az milyen problémákhoz vezethet, hiszen tudjuk jó, hogy ennek a víziközmű vagyonnak a közel 50%-a a műszaki élettartamán már túl van, rendkívül rossz állapotú, éppen ezért a víziközmű szektorban dolgozóktól kapott információink alapján elmondható, hogy napi szintű problémával találkozhatunk, és napi szintű probléma az, hogy ezeket a víziközmű rendszereket karban kell tartani, illetve a spontán meghibásodásokat gyakorlatilag napi szinten kell helyreállítani és kieszközölni. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt elég forrás fordítva erre a kiemelten fontos célra, hiszen akár az ENSZ közgyűlése 2010-ben kimondta, hogy a tiszta víz és az ivóvíz mindenki alapvető emberi joga, illetve ugye a Magyarország alaptörvénye is így rendelkezik a P-cikkelyben. Ez úgy gondolom, hogy sajnálatos módon ma Európa szívében, Magyarországon sem biztos mindenki számára, hiszen láthattuk, a tavalyi asszály volt a fő próbája ennek, amikor gyakorlatilag a vízhiányt azt itt Európa szívében, a Kárpát-medencében is megtapasztaltuk, nem valahol Afrikában vagy a Közel-Keleten, hanem tényleg itt a Kárpát-medencében, ami abból a hibás hozzáállásból következhet, hogy egész egyszerűen a medencénkből, a Kárpát-medencéből több vizet engedünk ki, mint amennyi beérkezik. Éppen ezért kicsit abszurd, amikor a kormány itt a engedély nélkül létesített kutaknak az összeírását, regisztrációját tervezi, majd aztán ezt esetleg egy későbbi adóvonzattal is párosítja, hiszen ezt, hogyha akkor tenné, amikor a hazánk vízgazdálkodása és a víziközmű vagyon teljesen rendben lenne, akkor még érthető is lenne, hogy a mindenkori kormány féltve tekint a vízkészletünkre és a vízbázisunkra. Ám láthatjuk ezt a kettősséget, hiszen az egyik oldalon azt látjuk, hogy pontosan az elhanyagoltság az, ami jellemzi a víziközmű vagyont, és egyébként az országunk vízgazdálkodását is, míg a másik serpenyőben pedig azt látjuk, hogy igazság szerint indokolatlanul fölösleges kiadásokra próbálja a magyar lakosságot rákényszeríteni, bár jó hír, hogy ma a mezőgazdasági bizottsági ülésen megtudhattam bizottsági elnök úrtól, hogy az Agrárminisztérium nyomására, illetve maga miniszterelnök úr is úgy nyilatkozott, hogy ő a legnagyobb élharcosa annak, hogy a kutakat ne kelljen külön adóval, illetve külön illetékekkel és kiadásokkal sújtani, jól mondva a kutak tulajdonosait. Mi ennek kiváltképp örülünk, hiszen mi egy aláírás gyűjtést is indítottunk országszerte, ami igen népszerű, hiszen nem szeretnék a magyar emberek se, hogyha még több bőr lenne lehúzva róluk. És hát ez úgy kapcsolódik ugye egész a víziközmű vagyonhoz, hogy egész egyszerűen ezt a víziközmű vagyont, ezt most államosítani akarják, hiszen láthatjuk, hogy az önkormányzatoknak egy ultimátum formájában felajánlották, hogy vagy átengedik az állam részére, vagy pedig különböző szankciókat fognak ellenük életbe léptetni, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem túl aktuális és nem túl időszerű, hiszen az önkormányzatok jelen pillanatban is rengeteg problémával küzdködnek, köszönhető ez az alulfinanszírozottságuknak, köszönhető ez annak, hogy az elmúlt években egész egyszerűen hibás politikát folytatott a kormány akkor, amikor mondjuk egy Covid-mizéria kapcsán az önkormányzatok vállára tett plusz terheket, nem pedig levet róla, illetve akkor, amikor ugye saját adók elvonását is önök kezdeményezték, és az önkormányzatok így igen nagy bevételkiesést szenvedtek el. Ami tapasztalható és kézzelfogható a víziközmű rendszernek a karbantartásában, avagy karban nem tartásában is, hiszen ezekből a lecsökkentett bevételekből erre már végképpen nem futja, viszont az egészen nonsens, hogy ezt a vagyontárgyat, ezt az állam el akarja úgy venni az önkormányzatoktól, hogy még az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzatokkal akarja megfizettetni. Éppen ezért, ahogy már az előzőekben is elmondtam, egész egyszerűen a Mi Hazánk mozgalom azt az álláspontot képviseli, hogy a kormány először tegye helyre az ország vízgazdálkodását, tegye helyre a víziközmű vagyont különböző átcsoportosított forrásokkal, és azután lehet bármilyen más hozzászólás, vagy bármilyen más törekvés megfogalmazni, hiszen mi úgy látjuk, hogy jelen pillanatban egy kicsikét
olyannak tűnik, mintha a csík megelőzte volna a repülőt. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogyha a víziközmű vagyonra jelentős forrás átcsoportosításokat hajtanának végre, hiszen hogyha tovább romlik ezeknek a hálózatoknak a minősége, illetve az állapota, akkor nagyon sok helyen akár az egészséges és mindenki számára biztosított ivóvíz ellátás is problémás lehet és veszélybe kerülhet. Én köszönöm szépen a szót elnök. Köszönöm szépen, képviselő úr!